A mozdulat még nem a legtökéletesebb, a lelkesedésre azonban nem lehet panasz sem a pályán, sem a nézőtéren. Tökéletes mozdulatokat nem is lehet elvárni a gyerekektől, hiszen a kezdődobás program célja az, hogy megismertesse és megkedveltesse a kézilabdát a legkisebbekkel. A Magyar Kézilabda Szövetség 2013-ban indított el a sportág népszerűsítő programot. Az idei első rendezvényre annyi, szám szerint 71 csapat jelentkezett, hogy a nyíregyházi helyszín mellett Fehérgyarmaton is szivacs kézilabdáztak és oldottak meg különböző ügyességi feladatokat a kisiskolások. A legkisebb korosztályok gyakorlatilag a megnevezés szerint U8-U9-esek, ami azt jelenti, hogy egy évvel korábbtól, tehát az U8 az már 7 évesek, U9-8 évesek szerepelnek ebben. Gyakorlatilag ez egy kisiskolás program néven fut 10 éve. Ennek a célja az, hogy a gyerekeknek megszerettessék a mozgást vele. A másik nem titkolt cél pedig az, hogy ezen belül a labdás játékot és a kézilabdát főképp megszeressék. Tarnavölgyi Gergely a Kertvárosi Általános Iskola két lánycsapatát irányította a tornán. A korábbi válogatott játékos szerint nagy a versengés a sportágok között a gyerekekért. A látvány sportágak támogatása miatt az egyesületek szinte versenyben vannak a gyermekekért, de hál' Istennek azt mondom, hogy sok gyermek jár, iskolás gyermek jár Nyíregyházára, szeretik a sportot, és azt tapasztaljuk, hogy szeretik a kézilabdát is ezen belül. A szabolcsi ifjúsági kézilabda ese 2 évvel ezelőtt alakult. A nyírpazonyi és napkori bázisú egyesület célja, hogy közösségépítés keretében szeretessék meg a sportágat a gyerekekkel. Mi is igénybe vesszük az ominózus TAO támogatást, ezen túl Kiki saját maga is erős áldozatot hoz, saját cégeinkből, tevékenységeinkből teszünk be az egyesületbe. Jellemzően az edzők, amire én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok és hálás vagyok, hogy egy évig az edzők nekünk teljesen ingyen és bérmentve dolgoztak, csak azért, mert érezték azt a közösséget, azt a szakmaiságot, és hitük van bennünk, és a szülőknek is nagyon szépen köszönöm azt az áldozatot, amiket hoztak. Tehát elsődlegesen hozzáadott munka, ez a legfontosabb, a TAO értelemszerűen, illetve a saját anyagi forrásainkat tesszük bele az egyesületbe. Szeretném kihangsúlyozni, hogy pont amikor mi megcsináltuk az egyesületet, akkor már az az időszak volt, amikor a TAO-t kivezették volna, úgyhogy mi erre is készültünk, hogy elsődlegesen hozzáadott érték és saját erőforrásokat teszünk bele. Idén még két alkalommal, áprilisban és májusban találkoznak majd a csapatok, a szervezők reményei szerint a márciusinál is nagyobb létszámmal.